Köszöntöm kedves nézőinket! Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják, és hát bizony-bizony itt az ősz, és hát ha itt az ősz, akkor indul az újabb évfolyam a tudóemberek iskolájában, és hát azt gondolom, hogy most ez egy különleges évfolyam lesz, hiszen most 2024. december 5-én lesz 20 éves a Tudóemberek iskolája. És hát azt gondolom, hogy biztos valamilyen különleges összetételű csapatot. Mindegyik az, mindegyik évfolyam, de mindig kapok valamilyen ajándékot az égi világtól, és sosem történik semmi véletlenül, hiszem, hogy most is így lesz, és aki úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy eljött az idő, hogy többet tudjon meg a világról. Többet tudjon meg a világnak azon részének a működéséről, ami még nem kézzelfogható. Azért mondom így, mert az iskolának az első része a Tudóemberek iskolájának, ami október 12-13-án indul, ott az első része ez pontosan az, hogy kézzelfoghatóvá tesszük, megtanítjuk kézzel is, és fizikai szervekkel érzékelni az energetikai dolgokat, amik körülvesznek minket. Amiről eddig csak hittük, vagy gondoltuk, vagy nem is gondoltuk, és nem is hittük, hogy van körülöttünk, ezt mind megtanítom gyakorlatban érzékelni. Innétől kezdve kinyílik egy másik ajtó, kinyílik egy új ajtó, amin keresztül egy folyosóra jutunk be, ami tel is tele van ajtóval. Tehát csak az kezdjen neki tanulni ilyen dolgokat, aki felkészült arra, hogy rá fog jönni, hogy mennyi mindent nem tud még, vagy mennyi mindenről nem tudott még eddig, mennyi mindenről nem hallott, hiszen ez az egész szakrális és spirituális és ezoterikus világ, ez tel is tele van. Egyszer titkokkal, aztán amikor meg rájövünk, hogy mennyire egyszerűen működik, és hogy mi is tudjuk működtetni és tudjuk használni, akkor pedig rájövünk, hogy nem is titkokkal, hanem törvényszerűséggel, szabályszerűséggel, amit eddig nagyon-nagyon sokan, ma is, de korábban meg nagyon-nagyon sokan túl misztifikáltak, túl gondoltak, sokkal többet gondoltak bele, mint amilyen egyszerűen működik, hiszen ez a természetnek a része. Évezredek, de aztán azt is nyugodtan mondhatom, hogy évmilliók óta sok-sok civilizáció tűnt el, és jött létre, és vannak alap törvényszerűségek, mindegy, hogy a világnak melyik pontján vagyunk, a nagy szellemi bölcsők helyén, akár India, akár Közép-Amerika, akár Dél-Amerika, akár Észak-Amerika, akár a keltákat nézzük, és sorolhatnám tovább a királyi szkíták, ugye, ami őseink, illetve a pártusok, illetve a hunok, de sorolhatom tovább, tehát mindenhol a világon, nagyon sok helyen, inkább így mondom, mert a mindenhol azért az nagy túlzás, de nagyon sok helyen és minden kontinensen voltak szellemi bölcsők, ahol egyeznek az őstudásoknak a gyökerei. A saját meglátásom szerint és saját tapasztalataim szerint igyekszem ezt továbbadni 32 év tapasztalatával. Hiszen nekem meg most lesz majd 2025. januárjában, hogy 32 éve, hogy elkezdtem foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és azóta napi szinten, gyakorlatban igyekszem
ebben segíteni az embereket, és gyakorlatilag 25 éve tanítom is, és 20 éve pedig a Tudó Emberek iskolájába, az általam alapított iskolában igyekszem ezt átadni az emberekre. Mindig az aktuális tudásomat igyekszem átadni, tehát mindig van egy alap, ami nem változik, és mindig hozzátársulnak az új tapasztalások, amit az elmúlt esztendőben szereztem, és hát az újabb évfolyamok, azok mindig újabb és újabb dolgokat is megtanulhatnak természetesen. És ugye ezzel kezdjük, október 12-13-án az energetikával, a táplálkozása milyen hatással van a szervezetünkre, tehát szó szerint az alapoktól indulunk el, ami érthető gyakorlatilag a legegyszerűbb ember számára is, és nem egyszer már több diplomás ember is elvégezte az iskolát, sőt az a tapasztalat, hogy évről évre, de ez nem elvárás, de évről évre egyre képzettebb emberek kerülnek el a Tudó Emberek iskolájába. Hála Istennek szép fokozatosan az átlag érettkor is egyre fiatalabbá válik, aminek szintén örülök, hiszen azt jelenti, hogy azért egyre több embert egyre fiatalabban is elkezd ez érdekelni, de hála Istennek minden esztendőben van 80 pluszos tanítványunk is, és ez nekem egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés és elismerés, hogyha egy 80 év fölötti ember úgy gondolja rólam, vagy úgy érzi, vagy mindkettő, hogy én tudok neki újat mondani és segíteni, hiszen azért 80 évnél több élettapasztalatú embernek új dolgot mondani, vagy felvilágosítani, azt hiszem, hogy egy óriási megtiszteltetés. És azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy kiváltsák, hogy megtisztelnek engem a bizalmukkal. Persze ugyanúgy mindenki, de engem még úgy neveltek, hogy nagyon-nagyon tiszteletbe tartjuk a nálunknál többet nyaralt, vagy több nyarat megélt embereket. És nekem ez egy nagyon jó érzés és nagy dolog, hogy ilyen embereket taníthatok. És ami meg még csodálatosabb, hogy ilyen emberektől tanulhatok, hiszen nálunk minden oktatás úgy kezdődik, hogy egy kicsit beszélgetünk, mindenki mond magáról valamit, mi történt vele, hogyan került oda, stb. Illetve, ami viszont nem megszokott általában a hasonló helyeken, meg is kérdezem, hogy ki hogyan használta, milyen eredménnyel és milyen tapasztalattal azokat, amit tanult. Tehát úgy tudunk jutni 5-ről 6-ra, hogyha használjuk a 4-et is. Ha csak mindig tanuljuk, gyűlnek az oklevelek, már 1000 meg 1000 helyen jártunk, de még a legelső helyen tanultakat sem alkalmazzuk. Azt gondolom, hogy ez csak egy tudás, illetve tanuláshalmozás. Mert a tudás az, amikor gyakorlatban is véghez tudjuk vinni, amikor már van tapasztalatunk. Amíg nem tudjuk megcsinálni, addig csak tanultuk. Addig csak tanulmány. Amikor már meg is tudjuk csinálni, akkor beszélhetünk tudásról, amikor már be tudunk számolni a tapasztalatokról és a hatásokról. Na de ez csak az első hétvége, amikor az energetikával, energiakezelésekkel, energiaérzékelésekkel foglalkozunk, a láthatatlan világot kézzel foghatóvá, hallhatóvá és érzékelhetővé és láthatóvá tesszük az emberek számára. Gyakorlatban ezt követi majd a tudatos álmodás és az időutazás, amikor megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk programozni az álmainkat, hogy bizonyos kérdésekre válaszokat kapjunk, hogy hogyan tudunk kapcsolatot teremteni
másokkal, vagy ők hogyan akarnak kapcsolatot teremteni velünk az álmainkon keresztül, csak esetleg eddig nem tudtuk, hogy ez történik. Mert hogy az álmainkat is tudjuk irányítani, a tudatos álmodás egy csodálatos dolog, nekem nagyon-nagyon sokat segített az életemben, és azért is gondoltam, hogy továbbadom a többi ember számára, aki szeretne még többet megtudni saját magáról és a világról, ami körülvesz minket, azon túl, amit eddig láttunk és amit hallottunk, ami nem feltétlenül mindig egyezik avval, amilyen valójában, hiszen sok mindent, sok törvényszerűséget, sok mindent tanítottak nekünk, ami néha nem pontosan az egyenleteknek és számításoknak megfelelően működik, hiszen a természet az kiszámíthatatlan, de hiszen ettől csodálatos. Aztán foglalkozunk, ami egy új terület, illetve nem annyira új, mert már egy 7 éve elkezdtem foglalkozni vele, de most az új tananyagba került bele a tavalyi esztendőtől. Az pedig nem más, mint az önismeret, ami azt gondolom, hogy majd nagyon-nagyon fontos terület az életünkben, hiszen nagyon sok embert látom, akik, nagyon sok ember fordul hozzám segítségért, akiknek önkép zavaruk van, tehát igazából nem tudják, hogy milyenek valójában, nem tudják, hogy kik valójában. Rengeteg olyan dolog van, amit valakitől, valamiért, valahogyan magunkra vettünk, olyan szokások, olyan tulajdonságok. A nagy része olyan, amit nem is tudjuk, hogy magunkra vettük, csak egyszer csak ráébredünk, és akkor jövünk rá, hogy úristen, hát én pont úgy viselkedek, mint ahogyan nem szerettem volna, mint ahogyan nem akartam. Van olyan, aki például nem akar olyan lenni, mint az édesapja, és egy ilyen képzés által jött rá, hogy úristen, hát ő pontosan ugyanazt csinálja a gyerekeivel, mint amit vele csinált az édesapja, annak ellenére, hogy ő sose akart olyan lenni. Na most ez az önismereti rész, ami három részből áll, gyakorlatilag segít nekünk, hogy megtaláljuk saját magunkat, hogy tisztában legyünk avval, hogy milyen lehetőségekkel születtünk. Több oldalról megvilágítva, én nem mondok itt semmit, de 1000 kérdést teszek föl legalább, amire mindenki saját maga megadja a választ, és amikor ezt őszintén megteszi mindenki, akkor egyszer csak előkerül a valós énje. Megnézzük a viselkedés mintákat, hogy hogyan viselkedünk, hogyan cselekszünk, hogyan reagálunk különböző élethelyzetekbe, mik az erősségeink, a gyengeségeink és a szürke állomány, amivel nem igazán foglalkozunk, vagy a háttérbe szorítjuk. És aztán pedig a harmadik része, amikor mindenki beáll a saját helyére. Hát nagyon érdekes szokott lenni, gyakorlatilag ez 2 hónap telik el az elsőtől a harmadik részéig az önismereti részének az iskolának, és teljesen más arcok vannak azokon a képeken, akik végigmentek ezen a 3 részen. Teljesen más arc, más beszédstílus, sőt volt olyan, aki az elején alig lehetett hallani, úgy beszélt, aztán a harmadik résznél meg olyan határozottá vált, és annyira megváltozott, és másképp kezdtek működni a dolgai, hogy ő saját maga is rácsodálkozott, és saját bevallása szerint ő maga sem hitte volna, hogy ekkorát változhat az élete, de hát ez mindig így van, amikor nem a saját életünket éljük, de a saját energiánkat használjuk, akkor mindig minden egy kicsit nehezebben megy, egy kicsit több az ökkenő, mindig vannak visszatérő dolgok, mindig ugyanazt az akadályt így vagy úgy próbáljuk megugrani, vagy éppen kikerülni. Aztán amikor az ember elkezdi a saját valós életét a saját energiájával megélni, amikor úgymond sínre kerül, akkor sokkal-sokkal gördülékenyebben történik minden. Valahogy minden idézőjelbe egy kicsit
könnyebb, egy kicsit simulékonyabb, egy kicsit gördülékenyebb, és akkor a boldogság már nem cél lesz, hanem út. És ez nagyon nagy különbség. Gyakorlatilag azt lehetne rámondani, hogy akkor elkezdünk úgy élni, ahogyan élhetnénk. És aztán következik a fizikai világ a tudóemberek iskolájában, mert elkezdődik a csontrakás. Elkezdünk foglalkozni a csontkovácsolással, olyan mozdulatokat tanulunk meg, amivel nagyon sok embernek tudunk, vagy csak akár otthon is segíteni, vagy éppen saját magunknak. És ezt szintén három részre bontva nagyon-nagyon sok területre kiterjed, az egész testet gyakorlatilag átmozgatjuk, helyre kerülnek az ízületek. Ami azt gondolom, hogy eltérő a megszokottól, hogy nem, hiába csontrakásról beszélünk, szó nincs róla, hogy csak a fizikai testtel foglalkoznánk, hiszen az ember nem csak csontokból, nem csak szövetekből, nem csak inakból, nem csak vérből, nem csak folyadékból áll, hanem ott van a lélek, és ott van a szellem, amit nagyon-nagyon jól tudunk mindannyian, hogy folyamatosan hatással van a fizikai testre. Akár elhisszük, akár hiszünk benne, akár nem. És igenis ebben eltér a legtöbb hasonló oktatástól, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk a lélekkel is, és a szellemmel is, és az energetikával is, és nem mindegy, hogy mikor, kinél, és hogyan alkalmazzuk, vagy alkalmazzuk-e egyáltalán a csontrakást. Természetesen ezt igyekszem a tőlem telhető legtöbb oldalról megvilágítani, és a legjobban átadni azoknak az embereknek a számára, akiket ez érdekel, akik úgy érzik, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy segíteni szeretnének saját magukon. Mert hosszú út, ugye a legtöbb ember általában azért kezdene vele foglalkozni, mert másoknak akar segíteni. De másoknak akkor tudunk segíteni, hogyha mi magunk rendben vagyunk. Olyan dologban, ami bennem sincs rendben, nem tudok a másik embernek segíteni. Csak olyan dologban, vagy legalábbis hitelesen nem. Csak akkor tudok segíteni valóban hitelesen a másik embernek, és olyan területen, ami bennem rendben van. És én azért is mondom, hogy én azoknak tudok segíteni, akik saját magukat, a saját képességeiket, a saját határaikat, a saját lehetőségeiket szeretnék megismerni, mert amikor ezeket megismertük, akkor ismerjük meg saját magunkat, és akkor jövünk rá valójában, hogy igazából kinek van segítségre szüksége. Nekünk, vagy másoknak, hogy nem úgy tudok segíteni, vagy én segíteni akarok, hanem úgy tudok tanulni is, hogy közben tanítok. Én a tanítványaimtól és azoktól az emberektől, akik hozzám fordulnak segítségért, tőlük tanulok a legtöbbet. Szerencsére nagyon-nagyon sok jó tanítóm és mestereim is voltak. Hála Istennek mindig a sors és a Teremtő Isten valahogy mindig, ha éppen valamit szerettem volna elsajátítani, akkor mindig a legjobbakhoz vezetett el, és tőlük tudtam megtanulni, amit természetesen nem is tagadok, hanem nagyon büszke vagyok rá, hogy tanulhattam ezektől az emberektől. Nagyon sok, nagyon nagy tanítótól és nagyon jó mesterektől, de a legtöbbet azt a gyakorlatban azoktól az emberektől, akik vagy tanulni, vagy segítségért érkeztek hozzám, ők segítettek nekem a legtöbbet
a tanulásban és a tapasztalatokban csinálni kell. Csak akkor tudjuk. És erről szól a Tudó Emberek iskolája. Mi nagyon-nagyon sok gyakorlatot csinálok. Bármit elmondok, azt gyakorlatban megmutatom, és ismételjük, ismételjük, amíg a könyökén nem jön ki, vagy amíg meg nem tudja csinálni a tanítvány, hiszen ettől Tudó Emberek iskolája, hogy aki onnan hazamegy, az ne beszéljen róla, hanem tudja megcsinálni. Hogy ne csak beszéljünk róla, hanem csináljuk. Mert a gyakorlatnak sokkal több eredménye van, mint a szónak. Persze a szónak teremtő ereje van, de amikor már eleget beszéltünk, akkor sokkal jobb, hogyha csináljuk is, hiszen gyümölcséről ismerszik meg a fa. És hogyha már valakinek segítettem, hogyha valakinek jobbá tudtam tenni az életét, vagy az életminőségét, akkor onnéttől kezdve már hitelesen beszélhetek, mert valamit letettem az asztalra. De amíg csak beszélek, és nem tettem semmit, addig nyugodtan mondhatjuk, hogy messziről jött ember, azt mond, amit akar. És én erre igyekszem sarkalni a tanítványaimat is. Nincs szó arról, hogy csak olyan emberek kerüljenek az iskolába, csak olyanokat várok, akik másoknak segíteni akarnak, vagy gyógyítani akarnak, szó nincs róla. Én nem gyógyítókat képzek. Az orvosi egyetemnek a feladata. Azt ők csinálják, hanem én ezen keresztül, mivel ezt csinálom, most már több mint 31 éve, és mindjárt 32, én ezen keresztül tudom megmutatni az én világomat azoknak az embereknek, akik kíváncsiak egy kicsit a kézzelfoghatón, a hallhatón, és a tapinthatón, és a láthatón túli világra is. Mert az egy csodálatos világ, tény, nagyon sokan félnek tőle, mert amikor ezzel megismerkednek, és kinyílik egy másik világ, akkor az az életnek minden területén változást hozhat, és nagyon sok ember szeretne úgy változást az életében, hogy csak ez az egy szegmens változzon, de ez nem így történik. Ahogyan elkezd nőni a tudásunk, mindenki annyit lát a világból, amekkora a tudása. Valakinek csak egy 5 forintos nagyságú, azon az 5 forintos lukon keresztül látja a világot. Van, akinek egy focilabda méretű, azon a lukon keresztül látja a világot, tehát sokkal többet lát. És van, aki pedig egészen nagy szögben és egy egészen nagy lukon keresztül tudja látni a világot, hiszen kinek mennyi valós tudása, amit lélekben és szellemben is meg tud élni, annyit képes fölfogni és látni a világból. Mindenkinek a saját döntése és saját felelőssége, hogy él a lehetőségeivel, vagy éldegél, vagy pedig úgy él, ahogyan élhetne. Köszönöm a figyelmüket. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.